Mi elő, elsősorban magyarok vagyunk, és másodszorban nézzük az európai intézmények érdekeit, mi a magyar állam érdekeit nézzük, a magyar gazdaság érdekét, a magyar emberek érdekeit, és, és, nagyon sok uh, nyugat-európai képviselő ezt már felcseréli fejben. De Daniel Freund egy külön eset. Ő nem csak egy kikiáltott európér, aki azt mondja, hogy a folyamatos európai integráció útján kell haladjunk, és akkor a végén majd megszületik az európai szuperállam. Javaslom megnézni Daniel Freund X oldalát, ahol kiírja, hogy ő gyakorlatilag egy szövetségi európai köztársaságért politizál. Bármit ő az X oldalára, azon kívül, hogy, hogy Orbán Viktort és Magyarországot ekézik. Mert ellentétben én rendkívül jó szórakoztam, mert én tényleg, tehát én, én sétröhögtem magamat ezen a rengeteg elmebetegen, de hogy így, 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 nagyon élesen leleplezték magukat, hogy mi is a céljuk. Tehát a technikájuk az egyértelműen a klasszikus bosszorkányperek, tehát hogy, 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 Magyarország elleni vádakat azzal támasztják alá, hogy valakik vallomást tesznek, hogy őket békába változtatták, de már elmúlt. A Youtube-on viszont mindig csak egy jelentősen rövidített, kilúgozott változatot látsz a cenzúra miatt. Ha szeretnél képben lenni a politika történéseivel kapcsolatban, de mindezt szórakoztatóan szeretnéd megkapni, ráadásul egészben szeretnéd látni a műsort, akkor feltétlenül iratkozz fel a Rumble csatornámra. A videó alatti leírásban megtalálod a linket. Ne félj az újdonságtól attól, hogy a Rumble egy új videó megosztó, amit eddig nem használtál. Nézd nyugodtan tovább a YouTube-on a klippeket, a macskás videókat, meg bármi mást, ami érdekel, de ha cenzúramentes politikai tartalmakat szeretnél, használd a Rumble-t is. Én már régóta ott vagyok, téged is várlak. Biztos láttad már rajtam több műsorban is ezt a klasszik Rózsa Sándoros pólót, meg van egy rakat másik a magyar foci válogatotthoz kapcsolódóan, és persze a sok-sok politikai póló, vannak köztük komolyabbak, háborúról, békéről, Magyarországról, vannak viccesebbek Brüsszelről, a Balatonról, Libernyákokról, a Fake Newsról, van Trump és Orbán, és két teljes ikonsorozat a magyar politika történet legnagyobbjaival. De talán ez a kedvencem. Vagy ez. Vagy ez. Válasz is magadnak egyet, vagy ajándékba. www.hobbistawebshop.hu, és köszönjük, hogy a munkánkat is támogatod a vásárlással. szigorúan hetero férfi szerelemmel rajongunk a mai vendégünkért, aki olyat produkált az Európa Parlamentnek nevezett Strasburgi tébolydában a múlt héten, hogy amikor megnéztük, és mindjárt be is mutatjuk, akkor azt mondtuk, hogy ezt az embert azonnal meg kell hívnunk a műsorba. Nagy szeretettel köszöntjük Schaller Baros Ernő, Európa Parlamenti képviselőnket, és egy kicsit el is szegyeltem akkor magam, hogy, hogy miért nem hívtunk meg korábban. De így alakult, most viszont nagyon örülünk, hogy itt vagy, és ez, amit, amit produkáltál euh, legutóbb euh, Daniel Freund felszólalására válaszként, ezt én azt gondolom, hogy ezt, ezt húsz év múlva tanítani fogják, de legalábbis kell, hogy tanítsák minden politológia, történelem és minden de még matematika szakon is szerintem. Úgyhogy miért belefognánk, nézzük is meg, hogy miről beszélünk, ha valaki nem látta volna. A kérdésem a következő. Miért nem foglalkozik a zöld kormányjal? Miért nem beszél arról, hogy az ellenőrizetlen migráció mit jelent Németországban? A katasztrofális energiafordulat, amit a zöldek támogattak, az ön zöld kormánya most a német autóipart veszélyezteti több ezer a hely fog megszűnni. Ön nem Európával foglalkozik, ön csak az én hazámmal foglalkozik, ebből elegünk van. Az ön zöld pártját nem választották be a tartományi parlamentokba. Önök, az önök támogatása, támogatottsága Németországban egy egyszámjegyű. Menjen haza! Hát gratulálunk! <laughs> szóval se jutsz! Köszönöm a lehetőséget, itt lehetek határozottan egy kellemesebb közeg, mint Daniel szemben állni Strasbourgban. De úgy gondolom, hogy ezek a csaták értek, mert az elmúlt tíz évben azért ezek a figurák tényleg nyakló nélkül garazdálkodhattak az Európai Parlamentben, ami egy közös intézményünk, és gyakorlatilag olyan emberek kerültek különösen ebben a ciklusban benne az Európai Parlamentben, akik már egy előre megírt agendát, egy előre megírt tervet követnek. Daniel Freund kilenc évig dolgozott a Transparency international és Soros György különböző szervezeteinél. Ő nem egy klasszikus zöld párti képviselő, akit a német választók beválasztanak ebbe a pecses testületbe, hanem őt gyakorlatilag ezek a szervezetek tolják maguk elől, küldik ide, hogy az ő általuk összehazudott, különböző mérőszámok alapján Magyarországot támadja. De tegyük hozzá, hogy, hogy egyrészt, hogy ugye ő, ő, nincs egyedül, tehát ő, ő a legismert, Magyarországon is ismerjük a nevét, de, de van belőle, nem tudom, 5-10 legalább, akiket nyilván te név szerint is fel tudsz sorolni, akik, akik ugyanezt a akik, akik pontosan ugyanígy ezekből a különböző soros szervezetekből jönnek, és akkor az, az, az történik, hogy, hogy beejtőernyőznek pártokba embereket, hogy annak idején a rendszerváltáskor és ugye a kommunisták a, a, a megalakuló új pártokba mindenhova beültették az embereket. Ugye hát, azt mondja a legenda, hogy a Fidesz volt az egyetlen, ahol nem tudták, mert azok annyira fiatalok voltak, hogy kilógott volna onnan bárki, akit beültetnek, de hogy az összes volt, többi pártok... volt, Volt, azért. A Fidesznek a nem tudom én 64 alapító tagja, nem tudom, hogy számot <kül> pontosan, de 50 fölött volt abból a kövér László vont utólag vissza alapító ö, ö, okiratot igazoló, tudod, az a pártak könyvet az első ötvenben pont vissza, igen, ami kiderült, hát hogy jól, ha, 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 megnézzük a tényke, mai ténykedéseket, mondjuk Kardos József, akkor meg, meg, tudom érteni, de lehet, hogy egyébként ezek nem az attól, hogy attól, hogy mondjuk segfejek lettek már nem törvényszerű, hogy a, az, az áll, állam, e volt, 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 aki három per akárhányas volt, és úgy került. De una. hogy itt ez, ez történik, hogy berakják a pártokba, és akkor azt a, azokat az érdekeket, azokat az agendákat tolják az adott párton belül, és, és jutnak be különböző európai testületekbe. Egyértelműen nem beszélve arról, hogy az összefonódás hatalmas. Tehát ezek a különböző politikai, ilyen pressőgrupok, aktivista szervezetek bekerülnek ezekbe a pártokba. És hát legyünk őszintén Németországban is, ez egy regionális listás választása, hogy bekerülnek az európai parlamenti képviselők Brüsszelbe a parlamentbe. És, és hát ezek a szervezetek jól felépített hasonló aktivistákat bejuttatnak ezekre a listákra, és természetesen onnantól az egy demokratikus folyamat, hogy valakit tisztről beválasztanak. Csak kérdés az, hogy mit művel utána a parlamentbe. És hát azt látjuk, hogy ha valaki bajor képviselő, észak-rajna, vesztfáliai képviselő, akár osztrák képviselő, vagy berlini képviselő, akkor azt várná el az átlag berlini választó, hogy itt az európai szintére, most arról hosszasan vitatkozhatnánk, hogy a európai intézményeknek, különösen a parlamentnek a szerződéseink alapján milyen jogkörei vannak, de hogy, hogy őket képviseljék. Tehát a választó elvárja, ha én megválasztottam e, Gipsziakab német képviselőt, akkor álljon ki a német érdekekért, a német gazdaságért, e, Európában. Ugye mi ezt csináljuk, tehát a Fidesz-KDNP képviselői, akiket a választók kitüntettek a bizalmukkal, mi elő elsősorban magyarok vagyunk, és másodszorban nézzük az európai intézmények érdekeit, mi a magyar állam érdekeit nézzük, a magyar gazdaság érdekeit, a magyar emberek érdekeit. És, és, nagyon sok nyugat-európai képviselő ezt már felcseréli fejben. De Daniel Freund egy külön eset. Ő nem csak egy kikiáltott európér, aki azt mondja, hogy a folyamatos európai integráció útján kell haladjunk, és akkor a végén majd megszületik az európai szuperállam. Javaslom megnézni Daniel Freund X oldalát, ahol kiírja, hogy ő gyakorlatilag egy szövetségi európai köztársaságért politizál. Ármit ő az X oldalára, azon kívül, hogy, hogy Orbán Viktort és Magyarországot ekézi, mert én semmit nem látok. Én követem őt, időnként kommentelek is neki szaftos Akad, és csak magyarországon. Amúgy apropó beejtőernyőztetés. beejtő ernyőztetés, én megkérdeztem, segítsetek már, mert nagyon nem vagyok képben a, a az ilyen, ilyen lila SDS-esekkel, hogy hívják a, a Momentumnak azt a képviselőket, aki, aki hozzáment csak a talénhoz. Daniel Berg. Berg. Az, Berg, igen, én megkérdeztem őt erről, sajnos tényleg nem tudom már, mikor láttam utoljára, amikor karácsony megválasztottak, akkor kérdeztem meg, hogy valamilyen EP dologról, és kérdeztem, mi, mik a, tehát, mi az irány, amit ők képviselnek, vagy valami, és mi az, amit, mert ugye felszólaltak egy civil szervezetek mellett, stb. és akkor azt mondta, hogy, a, hogy ők azt szeretnék, figyelj, hogy a, amit a korábbi adásban már elmondtunk, hogy az EU-s támogatások, amik azért járnak Magyarországnak, mert ugye a magyar piac kilát szolgáltatva az EU-nak, ez egy alanyi jogon járó pénz, ők azt szeretnék, hogyha a magyar emberek helyett, Ezeket, ezeknek a pénzeknek a legalább a felét a civil szervezetek kapnak. És megkérdeztem, hogy ez a politika, ez amúgy nem ellentétes a magyar emberek? Nem, mert a civil szervezetek azok jobban be tudják ezt osztani. Hát jó, oké, okay, hát ez három százalékot ért. Én, én végignéztem ezt a EP vitát, hát azt kell mondjam, hogy vered ellentétben én rendkívül jó szórakoztam, mert én tényleg, tehát én, én szétröhögtem magamat ezen a rengeteg elmebetegen, de hogy így, 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 nagyon élesen leleplezték magukat, hogy mi is a céljuk. Tehát a technikájuk az egyértelműen a klasszikus boszorkányperek, tehát hogy, 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 hogy Magyarország elleni vádakat azzal támasztják alá, hogy valakik vallomást tesznek, hogy őket békába változtatták, de már elmúlt. Tehát ez <laughs> a nemzetközi transzparenciának a felmérése, ugye ez, 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 nem a valóság, amit ők bemutatnak, hanem ezek ilyen percepciót próbálnak mérni, ha egy egyáltalán mérik, egyáltalán megtörténik, de, de az Európai Unióban tényként kezelik az általuk prezentált adatokat. És mi a céljuk? Nyilván a részben a céljuk a, az európai demokráciáknak a megpucsolása, hogy valamilyen ilyen Moszkva mintájára valami valami bürokratikus hatalmat építsenek ki a nemzetállamok fölött, de a másik, a sokkal közvetlenebb céljuk pedig a pénz megszerzése, hogy itt az Ádám példározott vele, hogy azok a Magyarországnak járó alanyi joga szerződés szerint járó forrásokat ne a magyar állam a szuverén osz, osz el Magyarországon, vagy az ö, rendelkezem föl. Rendelkezem, gírja ki a pályázatokat, hanem mindenféle jó nyugati bekötötöttséggel szervezetek. senki, és által Meg nem választott. Ugye? Az látszik, hogy, hogy el akarják venni a tagállami állampolgároktól, most éppen a magyar állampolgároktól annak a jogát, hogy meghatározzák, hogy ki gyakoroljon közhatalmat a saját nemzetállamukban. Lengyelországban ezt már láttuk. És hát most ez az ez ülés nem szólt másról, mint hogy bejelentsék, hogy már pedig eljött az idő, és ők most minden eszközen megpróbálják majd leváltani a magyar kormányzatot. Ezt benyomhatok egy poént? Kérlek. Lengyelországban, tehát az egyetlen ország, amit, amit a németek irányítanak. A saját országukat ugye már nem? De Lengyelországot legalább a németek irányítják. Hát a, e a franciák nyeltek egyet most. Meg az amerikaiak is, tehát ott van egy közvetlen bekötöttség is Washington felé Lengyelországban, Szikorszki személyében, nem utolsó sorban. De Daniel Freund, nem lepődünk meg, mert Daniel Freund, mondom, a, a saját előre eltervet, a tervét követi, többször te, az is... Ő saját, az ő, saját, terve. Igen, az terve. az idézőjelben az ő tervét követi, de hát legyünk egészen őszintén, a legdöbbenetesebb azért mégiscsak a bizottság elnökének a fellépése volt. Én ilyet a rövid parlamenti pályafutásom alatt még nem hallottam. Ne beszélve arról, hogy az Európai Bizottság elnöke, ő egy főhivatalnok, őt nem választotta meg senki semmire, ő a kormány meg államfőknek az alkalmazottja. Gyakorlatilag az ő feladata, hogy a szerződések őre, nekünk nemzetállamoként 27-en közös szerződéseink vannak, amik az együttélésünket hivatottak megszervezni. Neki nem tiszte politikai nyilatkozatokat tenni az Európai Parlamentben, mégis megtette és politikai alapon meg egyébként egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök. Lefordíthatom Ursulának az üzenetét? Ursula Én... azt a jogot vindikálja magának, hogy egy birodalmi külön megbízottat kinevezhessen Magyarország élére, és ezt azzal támasztotta alá ennek a szükségességét, hogy a magyar kormány az megbukott, Magyarország egy bukott államnak tekinthető, és ezzel az, ezt azzal igazolta, hogy nézzük meg, hogy mi történt az árvíz alatt, hogy a magyar kormány nem védekezett az árvíz ellen, és hogyha nincs uniós koordináció, nincsenek uniós mentőcsapatok, te meg, mekkora amikor ezt elmagyarázta, hogy uniós mentőcsapatok védték meg a, az elöntött gyárakat, meg a termőföldek után, legalább Budapestet megmentették Ursuláék. Szerintem, ahogy figyelj, Ambrózi, szerintem tök jól jártunk volna, hogyha vannak itt uniós mentőcsapatok, mert az elmúlt 5-8-10 évből levonva a következtetés, az unió, uniós mentőcsapatok kiválóan képesek kimenteni az összes bajba jutottat a bokáig érő vízből. Nem? Milyen érzés szóval volt, akkor, amikor hallottad, hogy, mondtad, hogy nem nem, mi... nem, 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 egy migránsos utalás volt, de... Nem mi, nem mi védtük meg az országot, ja. hanem az uniós mentőcsapatok, meg a kopernikus műhold mentette meg az országot az árvíztől. Én úgy gondolom, hogy uh, egyrészt az árvízvédekezéssel véde kapcsolatban mindenki tökéletesen teljesített. Úgy gondolom, hogy Magyarországon az árvízvédelem az jelesre vizsgázott. Uh, induljunk ki ebből. És... Uh, ami meg uh, brüsszeli barátainkat érinti, uh, szeretnénk, ha Brüsszel ott maradna, ahol szükség van rá, és nem próbálna... Washingtonban. <laughs> Bocs. Én, én úgy gondolom, hogy az európai bizottság elnöke ma már nem úgy lép föl, mint hogy az előbb is említettem, mint hogyha az európai bizottságot vezetné, hanem mint hogyha egy ilyen szupranacionális államnak lenne a minimum az államfője, de itt a német barátoktól hallok olyan hasonlatokat, mint a német római császárságnak a lenne itt a, az első számú kijelölt örököse. Azt szeretném tisztázni, hogy ugye az Európai Parlamentnek nem az a feladata, hogy tagállami kormányokat kritizáljon, támadjon. Nem ez az elsődleges feladata, sőt, egyáltalán nem az. De szerettem volna, hogy, hogy ez az ember szembesüljön azzal, amit ő művel évek óta az én hazámmal. Mert, hogyha leterítjük a lapokat kristálytisztán, akkor ők, mint politikai szervezet éppen a bukás szélén állnak éppen egy kormánypárt Németországban. És uh, mégis csak arról van szó, hogy három tartományi parlamentben volt választás uh, idén ősszel, kettőből kiestek. A koalíciós partnerük, a liberálisok két tartományban nem érték el az egy százalékot, és a szocialisták történelmi mélyponton vannak. Egy tartományban kaparták össze magukat, mint a uh, nagy uh, baloldali ellenállás uh, szimbólumok. Uh, egy totálisan kudarcos német kormányzattól beszélünk. Egyrészt összeomlás szélén van a német autóipar, ami legyünk köszönték, hogy a háború utáni európai feltámadásnak az egyik szimbóluma volt. Az, hogy Németországban autógyárakat zárjanak be, és munkahelyeket szüntessenek meg, ez, ez elképzelhetetlen volt, még akár 5-6 évvel ezelőtt is. Itt tartunk most. Ezen kívül van egy klímaátállás, amiből az emberek azt látják, hogyha még a cél néhány esetben, néhány esetben egy jó irányt képvisel, de mégiscsak azt látjuk, hogy az embereknek drágább a fűtés, nagyon sok ember megoldhatatlan, megugorhatatlan feladatot előtt áll a családjával télen, nem beszélve arról, hogy, hogy röhelyes terheket rónak a német gazdaságra, és ezáltal az árakat emelik Németországon belül is, és így egyébként átgyűrözve egész Európába. És ott van még az a kérdés a tömeges bevándorlás kérdése ami valóban Angela Merkel alatt indult el 2015-ben, bár egyébként ugye ez a, ez az egész folyamat, ez a 70-es évekig visszakövethető. É, tehát a radar alatt ez már nagyon régóta. De most ugrottunk egy nagyot, tehát most az látszik, hogy hogy elszakadt egyébként a, a munkaalapú társadalomra épülő, és egyébként a, a munkahelyekre épülő bevándorlás, tökéletesen elszakadt, a, 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 ami a 70-es években elindult, mára elszakadtunk ettől, és 2015-ben egy korlátlan tömeges, gyakorlatilag alanyi jogon járó bevándorlás indult el, amit a német ellátó rendszer nem visel már el nem bír el, nem tudja kezelni. Tehát amikor valaki beíratja óvodába vagy iskolába a gyermekét, és azt látja, hogy az osztályban 75%-ban nem beszélik a nyelvet a gyerekek, így a tanár nem tud integrálni, nem tud tanítani, hiszen nem tudja a, a, az ország nyelvén megszólítani ezeket a gyermekeket. És nagyon sok esetben azt is látják, hogy so, sokszor, e, muzulmán hátterű gyerekek már a női tanárokat semmibe veszik, és a szülők ebben támogatják őket. Így a többségi társadalomnak a gyermekei, akik ezekben az iskolákban szorul, egyszerűen kilátástalan, kétségbe esett helyzetbe kerülnek. És a családok ezt érzik, ezt látják. És ez a szavazóurnáknál is kiderül. Hogy hatalmas bajban vannak, és ez az ember, ez képes eljönni az Európai Parlamentben, és mondom, mondva csinált, ö, aljas, aljas viccadatokkal folyamatosan gyalázni a hazámat. És ezt ö, muszáj felszólalni. Még akkor is, hogyha ennek a vitának nem itt lenne a helye de érezze már kellemetlenül magát. És mit szóltál, amikor Daniel Frant azt követelte, hogy adjanak ki Orbán Viktor ellen európai elfogató parancsot? Megőrült. De akkor én visszatekertem, hogy ezt tényleg kimondta? mondta? <laughs> Megőrült. Megőrült. Nem tudok mást mondani. Tehát gyakorlatilag a, a, a gyűlölet a tetőfokára hágott, és ez a, ez a, vitán ez tökéletesen kijött. És különösen az esett nekik rosszul, hogy Orbán Viktor egy demokratikusan megválasztott miniszterelnökként elmegy az Európai Parlamentbe bemutatja tárgyilagosan, higgadtan, nyugodtan a soros elnökség programját. És erre előre bekészített politikai mantrák, támadásrozatok érkeznek, amit 2012 óta folyamatosan látunk. Tehát gyakorlatilag folyamatosan zajlik a magyar demokráciába való beavatkozás, aminek az Európai Parlament sajnos egy szinterévé vált. És ezután pontról pontra megcáfolja őket, leforrázza őket. Ott ültek, és nem hitték el, hogy, hogy nekik nem ezt ígérték. Még Ursula részéről még, még, van egy pici magyarázat arra, hogy miért akarta inkább azzal eltölteni az időt, hogy Magyarországot támadja. Mert tulajdonképpen a régi magyar klasszikus klassz, nyúlva ugye az Európai Uniónak az a baja, hogy elkúrták nem kicsit nagyon. Tehát, hogy az Ursula bizottsági elnökösködése alatt vett egy igazi, kezdett egy igazi mélyrepülésbe az Európai Unió versenyképessége, meg azokat a szabályokat, meg túlzott bürokráciát, aminek a lebontásáról ő is ezt, egy fél mondatot elengedett. Hát azokat ők hozták létre? meg az európai zöld átállás, meg, a, meg, meg az energiapolitikánknak a, az, hogy az ilyen rettenetes, állapotban az az ő terméke. Tehát nyilván egyszerűbb volt neki a, egy nem létező gonosz Magyarország ellen szabadságharcot vívni, amint szembesülni azzal, hogy egy kártékony német. Hát ez ugyanaz kicsiben, mint amit nagyban is, ugye a, a, erről pont a magyar nemzetben jelent meg egy írásom múlt szombaton én, hogy hogy a, a, a putyinozás is tulajdonképpen, az, e, az EU részéről a putinozás is annak a, a, azt a célt szolgálja. Nyilván em, emögött számos más szempont is van, de az alapvető vagy a, a legnyilvánvalóbb cél az, hogy elterelni a figyelmet egy, 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 egy egy felállításával, el lehet terelni a figyelmet arról, hogy mekkora balfaszok, és hogy tönkretették, és Bár az, azért Putyin a saját ezik. Putyin létezik. Jó, Orbán Viktor is létezik, csak az a, az, az, az a bugimen, aminek Orbán Viktort beállítják, az nem létezik, de mindez, ez, ez, ezzel el tudják terelni a figyelmet, legalábbis valamelyest arról, hogy ők maguk a saját országai érdekeit nem képviselik. nem egy picit a képet. Tehát igazából az, hogy Európa elszegényedésre már sokkal korábban elindult, de most ez lesz a magyarázat Európa elszegényedésére, hogy sajnos fe, fe, fegyverkezdünk fegyver -e? nekem eljön Putyin, és az Atlanti-óceánig elfoglal mindent. Tehát, hogy utólag, utólag kreálnak, kreálnak egy magyarázatot, oké. Okay, Jó, de még azt, azt azért, én, mondom, én borzasztóan rossz indulatú leszek most, meg cínikus, meg minden, de hát figyelj, Trumpot addig démonizálták, még háromszor próbálták meg megmerényelni. Még elnök nem lett. Vagy reméljük, hogy nem lesz újra. Hát csak azt mondom, hogy őt addig démonizálták, még meg nem próbálták megmerényelni aztán. Jaj, hát mi nem, nem, hát ez felfoghatatlan, hogy történhet ilyen. Na, mindegy, és mentek tovább. Úgyhogy szerintem e mögött egy sokkal rossz indulatúbb szendék van az, hogy elfogadó parancsot adnak ki, vagy adna, hülyeséget mondok, követel ellene egy fél bolond. Az nem arról szólt, hogy ugye, megint csak a, a YouTuber, -e, bocsánat, a, a, a YouTuber az és influencer értem, világból az, kiindulva. Ez arról szól, hogy szép lassan legitimáljuk az erőszakot. Várj, előszakot. az influencer világból kiindulva arra gondolok, hogy amilyen az adott influencer a követő tábora ezt tükrözi. Tehát leképeződik, hogy hogy az a, az a habitus, az a vérmérséklet. Ergo a trash influencerek a trash fogyasztókhoz jutnak el, míg a tudományos influencerek a tudományt fogyasztókhoz. Ez politikában sincsen másképp. A trash politikusok, a, a szar emberek, elnézést, hogyha Daniel Freud ilyen magas polcra emelem, de ezek az emberek, ezek ilyen szavazókhoz jutnak el. Én láttam azt, én láttam olyan embert, aki Verhofstadtot hallgatott hobbiból. Tehát, és, és tudom, milyen ember volt, tehát nem állnám mellé a villamoson sem. Na most a, arra gondolok, hogy mi van akkor, hogyha ezek az üzenetek tipikusan ezt a felhergelt, ilyen erőszakos, dühös csőcselékréteget akarják megcélozni, azzal, hogy ezzel valami olyan szintű olyan szintű ellenállást tanúsítsanak, ami után a politikus most a kezeit merhető végül, és nem tett semmit, nem buzdított semmire, csak azzal, hogyha Elfogató parancsot követel, ergo bűnözőnek nevezi az adott szemét, azzal feljogosítja Nem bűnöző, a, fanat a, töm igen, a, fanatikusokat, beszélek. hogy megbüntessék őt, érted? Erről beszélek,